Sony Vegas-szal dolgoztunk, a Blue Box-szal fölvettünk filmeket, és azt megvágtuk. Az elmúlt két tábor történéseit elevenítette fel röviden Sáfrány Soma, aki idén újra lelkes résztvevője volt a Paksi Képtár szervezte médiatábornak. A 9 diáknak a munkát Pál Csaba képzőművész irányította, akik 18-22 éves fiataloknak tanít animációt OK-s tanfolyamokon. Az első nap storyboardokat rajzoltak, kézirajzú, figuraterves megoldásokat kértem tőlük, és akkor utána a második naptól indult el egy picit az animáció gépesdivel, vagyis számítógép segítségével. A második nap ott kollásfilmet készítettek. Tehát ez azt jelenti, hogy adva volt egy téma, vagy pedig ők találták ki a témát, és kollás, tehát újságokból kivágott képek segítségével kockáról kockára hozták létre az animációt, tehát ez elég nagy munka, mert hogy minden egyes mozgást, illetve minden egyes fázist, ezt így külön kell nekik megcsinálni. Nagyon izgalmas, mint műkedvelő szemlélem őket technikai szinten, én annyira nem értek ezekhez az animációkhoz, de szuper látni, hogy a gyerekeket elvarázsolja ez a világ, is nagyon jó ötleteik vannak, nagyon jól meg tudják valósítani ezeket az ötleteket, és az, hogy lelkesen kapcsolódnak be ebbe az új szemléletbe, és amit Pál Csaba hozott a médiatáborunkba. A médiatábor záró foglalkozásán pénteken robotanimációt készítettek a gyermekek. A különböző nyári programok a Paksi Képtárban a héten befejeződtek, az intézmény szeptembertől újabb színes programokkal várja az érdeklődőket. Bővebb információért keressék a képernyőn látható elérhetőséget.